A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak, Filemonhoz írt levelén keresztül. Ezt a levelet ülve hallgassuk figyelemmel. Pál apostolnak Filemonhoz írt levelében így szól Isten igéje. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Archipposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedől és szeretetedől, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyeld, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem a rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszön téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Isten áldja meg a szívünkbe fogadott igét, hogy munkálkodjék bennünk hatalmasan. Válaszoljunk rá imádsággal. Mindenható Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged, s valljuk, hogy te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van.
Áldunk azért, mert mérhetetlen felette állsz mindennek és mindenkinek, te tartod kezedben az események irányítását, te veszed körül oltalmaddal a benned bízókat, tőled kaptunk az elmúlt héten is sok-sok lelki és testi áldást. Magasztalunk téged ezért. Bocsásd meg, Urunk, hálátlanságunkat. Bocsásd meg minden hűtlenséget, amikor a tőled kapott értékeket nem arra használjuk, amire adtad. Bocsásd meg a mélyen sejtjeinkben levő önzést, hiúságot, gőgöt. Bocsásd meg a bennünk levő sok hitetlenséget és bizalmatlanságot. Bocsásd meg, hogy olyan sok félelem is meglapul a szívünk mélyén. Adj szabadulást ettől. Köszönjük, hogy a te igéddel ma is tudsz újat teremteni. A mi gondolkozásunkat és jellemünket is egészen újjá tudod teremteni. Alázatosan kérünk, végezd ezt a te munkádat most is közöttünk. Hadd váljék az, ami elhangzik, a te hozzánk szóló igéddé. És a te szent lelkeddel győzd meg minket arról, hogy micsoda az igazság. Formálj minket egészen újjá, hogy kiábrázolódjanak rajtunk, a mi megváltó Urunk Jézus Krisztus vonásai. Könyörgünk hozzád azokért, akik most a te vigasztalásodra szorulnak. Adj a szívükbe élő reménységet. Engedd, hogy túllássanak a búcsún, az emlékeken, az elmúláson, és komolyan vegyék a láthatókon túl a láthatatlanokat. Téged magadat és a te ígéreteidet. És az űrt, ami az életükön támadt, te magad töltsd ki. Feltámadott Urunk, Jézus Krisztus. Kérünk, hogy minden akadályt, ami megnehezítené, hogy igéd a szívünkbe jusson, és élet támadjon belőle, te háríts el az útból, és áldj meg gazdagon minket itt ebben a csendes órában. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem, amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messzére veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad mondtad, hogy te vagy a jó pásztor ismeri a juhait, és terelgetsz minket csendes vizekre, bőséges legelőre. Annyira éhezi és szomjú hozza a mi lelkünk az igazságot, a békességet, téged magadat. Terjád van szükségünk minnyájunknak. Ajándékozz meg most ebben a csendben a veled való találkozással. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az imént Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből, ennek a levélnek néhány mondatát újra olvasom a 15. verstől. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Eddig az ige. Kedves testvéreim, mindannyiunknak hasznos volt, hogy hónapokon keresztül alaposan végig tanulmányoztuk Pál apostolnak Kolosséba írt levelét. Az apostol válaszaiból következtettünk arra, hogy milyen kérdések merültek föl a gyülekezetben. Érdekes lenne azonban tudni, hogy milyen lehetett az a gyülekezet. Milyen volt a légköre?
milyen emberek jártak oda, és mennyiben különbözött az a környezetétől. Ezekre a kérdésekre találhatunk választ a Filemonhoz írt levélben. Filemon tudnélik a kolosséi gyülekezet vezetője volt. És amikor Pál két küldöttjétől, postásától elküldte Kolosséba a gyülekezethez írt levelet, akkor elküldte vele ezt a magánlevelet is. Két levél érkezett meg Filemonhoz. Az egyiket, mint a gyülekezet vezetőjének fel kellett olvasnia, sőt láttuk azt, hogy el kellett küldenie a szomszédos gyülekezetekbe is, ez a másik meg neki szólt. Csak neki, személy szerint, egy egészen magán jellegű problémáról. De éppen ez a magán jellegű probléma, és az a vakmerő bátorság, amivel az apostol olyat kér a gyülekezet vezetőjétől, ami senkinek nem jutott volna eszébe akkor. Ez mutatja, hogy milyen lehetett a kolosséi gyülekezet, egyáltalán milyen levegő uralkodott az első keresztény gyülekezetekben, és hogy Jézus Krisztus milyen nagy horderejű változást vitt véghez a benne hívők életében. Pál itt valami olyat kér Filemontól, amire azt szokták mondani, hogy ilyen nincs. Ez nem igaz. Megáll az ész. Hogy jut ilyen eszébe? Úgy jutott olyan eszébe, hogy a Krisztusban újjászületettek között egészen más emberi kapcsolatok alakultak ki, egészen más normák érvényesültek, mint a világban. És ez ma is így van, és tanulságos lesz ezt látnunk. Az a tapasztalat, hogy mindig jellemző, hogy kitől mit merünk kérni. Egy fiatal lelkész család került egy faluba több apró gyerekkel, és az egyik gyermek karácsony éjszakáján belázasodott. Ezt így szokták időzíteni a gyerekek, szombaton, karácsonykor, nagy ünnepen, főleg lelkész családban. 40 fok fölé ment a láza, és félbeszélt. Mit csináljanak? A szomszéd faluban volt orvos, de még sose találkoztak vele. Most éjszaka, karácsony éjszaka, zörgessenek be hozzá, ezt nem lehet. És akkor eszükbe jutott, hogy a harmadik faluban a lelkész kollega felesége gyermekorvos. Fölhívták őket telefonon, a válasz csak ennyi volt, öltözök és megyek, addig is borogassátok. Így is történt, és noha a fiatalasszony is kisbabát várt, a nagy pocakjával éjjel kettőkor szépen fölkelt, elment és kezelésbe vette a kicsit. És egyiküknek se jutott eszébe, hogy ez most mibe kerül, hogy mennyivel tartozunk. Évek óta a legszorosabb lelki testvéri kapcsolat volt közöttük, őt fölmerték hívni a bajban, ő meg a legtermészetesebb módon jött és segített a bajban, és ezzel be volt fejezve. Pontosabban azzal folytatódott, hogy a következő nap meg ő hívta fel őket, hogy na, hogy van a kicsike. Nos, ez jellemző itt Pál és Filemon kapcsolatára, hogy valami olyat kér Pál Filemontól, ami valóban nem jutott volna eszébe akkor senkinek se. Miért? Miről van itt szó? Azt olvastuk, hogy Filemon a kolosséi gyülekezet vezetője volt, egy jómódú ember lehetett, akinek elég nagy háza volt ahhoz, hogy a házánál gyűjjenek össze a keresztjének. A harmadik, negyedik századig nem voltak imaházak, hanem magánházaknál jöttek össze istentiszteletre Jézus Krisztus tanítványai. Ennek a Filemon valószínűleg Páltól hallotta először az evangéliumot, mert Pál itt emlékezteti őt erre, és a fiával, Archippusszal együtt valószínűleg ők voltak a kolosséi gyülekezet első pásztorai. És mint ahogy Filippiben Lídia, úgy itt Kolosséban Filemon, amikor megnyitotta a szívét az Úr Jézus előtt, akkor megnyitotta a házát az Úr Jézus tanítványai előtt. Mivel jómódú ember volt, úgy látszik, hogy rabszolgái is voltak. Az egyik fiatal rabszolgája, ez a bizonyos Onézimus, meglopta, aztán megszökött.
Valahogy elkerült oda, ahol akkor Pál apostol volt, vagy direkt kereste őt, mert sokat hallhatott róla otthon, vagy elkeveredett ez a gyerek valahogy oda. Pál akkor éppen börtönben volt. És Pál Jézushoz vezette ezt a rabszolgafiút. Megváltozott az élete, s hálából ott maradt, és szolgált az öreg apostolnak. Pál bevallja, hogy ez nagyon jól jött neki, idős is volt ő már, beteg is volt, régóta fogoly volt, nagy segítséget jelentett ez a fiú. De Pál arra gondolt, hogy ez így nincs rendben. Kétszeresen sincs rendben. Mert Onézimus ugyan rendezte a múltját, és bocsánatot kapott a bűneire Istentől. De rendezni kell a dolgokat Filemonnal is, és tőle is bocsánatot kell kérni, egyrészt. Másrészt ő itt ingyen használja a más szolgáját, és Isten gyermekei soha nem akarnak potyázni. Jól jött neki Onézimus segítsége, de Onézimus Filemonnak a tulajdona, Filemon szolgája. Ezt így nem lehet sokáig csinálni. Onézimust vissza kell küldeni a gazdájához. Na de hát ez életveszély. Abban az időben a szökött rabszolgát a legtöbbször, ha előkerült, egyszerűen kivégezték. Már csak elrettentő példaként is. Jobb esetben a homlokára sütötték, hogy szökevény, egy életen át ott holta, mint bélyeget, és attól kezdve a legkeményebb bánásmódban részesült, és a legutálatosabb munkákat kellett végeznie egész életében. Most hazaküldi Onézimust, Filemon ugyan keresztjén ember, de a keresztjénekben is van méreg, meg föltámadhat a bosszúvágy, nem szabad kiszolgáltatni Onézimust Filemonnak. De haza kell küldeni. Nem volt ez könnyű feladat Pálnak. Ő szerette Filemont, és szerette Onézimust is. Most melyiket szeresse jobban? Nem kell jobban, mind a kettőt szeretni kell, és megtalálta a megoldást. A becsületes mód az, hogy hazaküldi Onézimust Filemonhoz, de védelmet biztosít neki ezzel a levéllel. Nem egyedül küldi, hanem másodmagával, és a másik viszi ezt a levelet. És lehet, hogy Filemon méregbe gurul, mikor meglátja a szökevényt, de előbb el kell olvasnia a levelet, és majd meglátjuk, hogy utána mit cselekszik. És a hajmeresztő kérése az apostolnak ez, hogy fogadd őt magadhoz, de nem úgy, mint a rabszolgát, hanem mint a Krisztusban testvéredet, aki nekem is testvéremmé lett a Krisztusban. Húha! Hogy kell ezt megvalósítani? Egy gazember, tolvaj, szökevény megkerül, és akkor fogadjam tárt karokkal, mint a Krisztusban testvéremet. Mintha mi sem történt volna. Nem, mintha mi sem történt volna. Bocsánatot kell kérni, és Pálnak erre is van figyelme, hogy amivel pedig téged megrövidített, azt én megfizetem neked. Arvasz László szellemesen írja a magyarázatában, hogy mint egy váltót aláírja az apostol, azt olvastuk, hogy én, Pál, a saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Rendezni kell a bűnöket, de mindenkinek a helyére kell kerülnie. A szokatlan kérés tehát ez, hogy egy szökött rabszolgát úgy fogadj vissza, mint veled egyenrangú társat a Krisztusban. És ez a képes helyhatározó többször is elhangzik a levélben, hogy az Úrban vagy a Krisztusban. Mert ez olyan mikroklíma, amiben egészen megváltozik a dolgok súlya és jelentősége. Azelőtt sem Filemon nem volt az Úrban, sem Onézimus, de még Pál sem. Most ők mind a hárman kegyelmet kaptak Istentől a Krisztus kereszt haláláért, mind a hármukat tisztára mosta Jézus vére a múlt bűneitől, mind a hárman Jézusnak köszönhetik az új életet, és neki hálásak nagyon, és ez olyan erős kötelék lett hármuk között, hogy itt jelentéktelenné válik az egyébként óriási társadalmi különbség,
életkorbeli, műveltségbeli, anyagi, akármilyen különbség, mert a Krisztusban nincs többé sem férfi, sem nő, sem rabszolga, sem rabszolgatartó, olvassuk Pál egy másik levelében, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban. Na jó, szép, ez nagyon szépen hangzik, de azért mégis, hát mit fog ahhoz szólni a környezet? A Filemont legjobb esetben bolondnak fogják tartani, vagy meglincselik, hogy precedens teremt ilyesmire. Hát mit csinál akkor a többi rabszolga? Elszögdösnek, vagy megkerülnek, vagy nem, aztán nem lesz semmi, mert az Úrban. Na de hát ez nem így van. Onézimus valóban az Úrban volt. Neki valóban új élete volt. Ő csak ugyan testvérévé lett Filemonnak. És ő nem ezzel a büszkeséggel tér haza, hanem a szükséges alázattal. Nos, erről szól ez a levél, és ez volt maga a történet, az esemény. És nézzük meg most ennek a három férfinak az arcképét röviden, akikről ebben a levélben szó van, és csodáljuk a mi Úrunk Jézus újjáteremtő munkáját, és vágyakozzunk arra, hogy minket is egészen újjá tegyen, mert ő ma is végzi ugyanezt a munkát. Az első szereplő Pál. Őróla azt tudjuk, hogy írtotta a keresztényeket, legszívesebben mindegy szálig kipusztította volna őket. Azt olvassuk, hogy öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba is, hogy ott is összefogdossa Jézus tanítványait. És akkor Jézus megszólította őt az úton, és bemutatkozott neki. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Aztán tudod-e, hogy miért üldözöl? És ez az értelmes ember meghökkent. Nem tudott válaszolni a kérdésre. Hanem rövid gondolkozás után letette a fegyvert Jézus előtt, és egy kérdése maradt, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Eddig ő nagyon jól tudta, hogy mit akar cselekedni. Mostantól kezdve egy lépés sem akart tenni, az ő új ura akarata nélkül, Jézus akarata nélkül. Jézus Krisztus rabszolgája lett. Több levelét szívesen kezdi ezzel, én Pál, a Krisztus Jézus rabszolgája. És igyekszik mindenkit Jézushoz vezetni. Amikor börtönbe csukják az őrei közül is, sokan megtérnek, és ime ez a hozzá betévedt fiú, Onézimus is, hitre jut, Jézus Krisztus tanítványa lesz. És joggal magánál tarthatná. Rászorul a segítségére, Isten ajándéka lett a számára ez a fiú, és tovább fűzhetné a gondolatait, hogy tulajdonképpen Filemonnak magától is eszébe juthatna, hogy valakit küldhetett volna ide, sőt, ő maga is eljöhetne szolgálni Pálnak, utal erre, hogy helyetted is szolgált nekem, Onézimus, és nyugodtan ott felejthetné maga mellett, hogy legyen segítője. Ő azonban nem felejti ott, mert ő tudatos életet él, és Jézusnak engedelmes életet. És tudja, hogy ez így nincs rendben. Ezt a fiút haza kell küldeni. Na de neki így lenne kényelmesebb. Nem az a fontos, hogy neki mi a kényelmes. Az a fontos, hogy mi Jézusnak az akarata. Hogy vannak rendben a dolgok. Hogy történik minden úgy, ahogy az Isten akarata szerint helyes. Itt az a feladat, hogy haza kell küldeni. Joga lenne hozzá, hogy ott tartsa, de nem él a jogával. Tipikus jézusi jellemvonás. Azt olvassuk a Filippi 2-ben, ami megváltónkról, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ez Istennel egyenlő, hanem emberekhez hasonlóvá lett, megüresítette magát, megalázta magát, mert így tudta elvégezni a mi váltságunkat, engedelmes maradt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nem élt a jogával, mert a szeretet fölötte volt annak, ami neki testileg kedvező lett volna. Ugyanezt csinálja itt Pál. Lemond a kényelméről, és elhatározza, hogy Onézimust haza kell küldeni. És Filemonnak sem azt írja, hogy utasítalak erre meg arra,
Noha utal arra, hogy írhatná ezt, mert végső soron ő Filemonnak lelki vezetője, ráadásul lelki atya. Filemon az új életét annak köszönheti, hogy Pál Jézushoz vezette őt. De ez se jön itt szóba. Röviden utal rá Pál, amiért ő is hálás. És azt mondja, hogy noha én megparancsolhatnám neked nyíltan, ami a kötelességed lenne, a szeretet miatt azonban inkább kérlek. Én Pál, az öreg, aki most fogoly is a Krisztusért. A szeretet miatt. Szeretetbe van ágyazva minden akciója. A jogait félreteszi, nem érvényesíti, a másiknak az érdekeit nézi, a másik fejével próbál gondolkozni, és így engedelmeskedik Jézusnak. Ennyit Pálról. És mit tudunk meg Onézimusról? Mint rabszolga a gazdájának elidegeníthetetlen tulajdona volt, kiszolgáltatva neki halálig. Meglopta, megszökött, menekült, és most vissza kell mennie. De mi lesz, ha megérkezik? Ennek a fiatal embernek a szíve remeghetett. Mi lesz, ha megérkezik? Mert noha keresztjén, Filemon, a jogot itt is lehet érvényesíteni. Nem kell, hogy agyonüsse a megkerült rabszolgáját, de megfelelően megbüntetheti. Mi lesz az a megfelelő? Milyen büntetésre számíthat? Túléli-e azt a büntetést? Egyáltalán Filemonnak igaza van most vele szemben. Lehet-e ilyet kérni, hogy bocsáss meg mindent, amit ellened elkövettem, aztán Pál majd megfizeti valamikor, ha kikerül a börtönből. Onézimus is érzi, hogy ezek nagyon nehéz dolgok. És ott van a félelem ilyenkor az ember szívében. Az a Jézus Krisztus, akinek a szolgájává szegődött ez a rabszolgafiú, meg tudja-e védeni őt? Van-e annyi hatalma Jézusnak, hogy visszafogja Filemon indulatait? Van-e annyi hatalma, hogy odaáll emellé a kiszolgáltatott fiú mellé, és oltalmával körülveszi? Merje hinni Onézimus azt, amit úgy elvileg hitt, de most a hétköznapok gyakorlatában kell komolyan venni. Ez egy nagy vizsga ennek a bimbózó, kezdő, hívő embernek. Valóban olyan hatalmas-e az Úr Jézus, mint amilyennek ő neki Pál beszélt róla. És mint ahogy ő hiszi, csak hát azért ez most életveszélyes vállalkozás hazamenni. Őtőle ezt tanuljuk meg, hogy rámerte bízni magát életveszélyesen Jézusra. Nem tudjuk a történet folytatását, de biztosra lehet venni azt, hogy Filemon nem állt bosszút. És csodálhatjuk az Isten nagy kegyelmét, hogy egy ilyen egyszerű, tolvaj gyerekből olyan hívőt formált, aki egészen rámeri magát bízni az ő gazdájára. És mit tanulhatunk meg Filemontól? Hát nagyon nehéz volt az ő helyzete. Érdemes elképzelnünk, amikor kezébe adták a levelet, és elkezdte olvasni. Nem tudom, hogy vajon akkor ott remegette már előtte Onézimus, vagy aki a levelet vitte, az nem engedte egyelőre Onézimust Filemon közelébe, ez már csak a mi találgatásunk, de hagyjuk a találgatást. Minden esetre ott van a levélben, hogy Pál, Filemon lelki atya, azt kéri, hogy fogadd vissza, úgy, mintha engem fogadnál vissza, hűha, azonos súlycsoport az apostol meg Onézimus. Úgy fogad vissza, mintha engem fogadnál vissza, nem úgy, mint rabszolgát, hanem úgy, mint aki közben a Krisztusban testvérem lett, meg neked is testvéred, Filemon. Mit csinálsz a testvéreddel? Egyébként a tartozást rendezzük, azt majd én megfizetem neked. Lesz-e bátorsága Filemonnak másként cselekedni, mint ahogy minden kollégája cselekedett volna? Lesz-e bátorsága a világtól,
annak a szokásrendjétől, jogrendjétől, elvárásaitól radikálisan eltérni, azért, mert Jézus Krisztus most ezt így kívánja tőle, mint Jézus Krisztus szolgájától. És képes lesz-e feltétel nélkül megbocsátani. Ki tudja, hányszor megtárgyalhatták Onézimus távollétében, hogy miket csinált ez a gazember. Vajon hol járhat? Reméljük, utoléri a büntetés, és így tovább. És egyszer csak megjelenik, mint keresztjén, mint testvér. Mérhetetlenül megalázó helyzet volt ez Filemonnak. Ő, mint rabszolgatartó, mint jómódú, most kicsit anakronisztikusan mondom, cívis, polgár, egy kis jöttment szolgalegénnyel, teljesen azonos súlyúnak tekintse magát. Csak azért, mert az megtért. Na de hát ez óriási dolog, hogy valaki megtér. Onézimusban ugyanúgy élt Krisztus, mint Filemonban. És Filemonnak ugyanúgy megbocsátotta Isten a bűneit Jézusért, mint Onézimusnak. A legfontosabb kérdésekben tényleg nincs különbség. Akkor ezt mégiscsak komolyan kell venni. Filemonnak is vizsgahelyzet volt. Hiszi-e, amit hisz? Átmerje tenni a hétköznapok gyakorlatába azt, amit elvileg igaznak tartott. És Isten minket is állít ilyen vizsgahelyzetbe. Vajon hogy szoktunk vizsgázni? Három teljesen különböző ember. Egy fiatal, tanult rabbi, aki öldökléstől lihegve írtja Krisztus tanítványait. Egy jómódú pogány, rabszolgatartó, és egy kis senki, még csuda, hogy a neve benne van a Bibliában, mert ezek a névtelenek, akiket említeni sem érdemes. Három teljesen különböző ember, és a Krisztusban, az újjászületés után testvérek. Érvényesül-e ez a testvériség? Mindegyiken megjelenik valami Jézusra jellemző tulajdonság. Pál nem a maga kényelmét keresi, nem él a jogával, hanem másoknak az érdekében cselekszik, és igyekszik összehozni embereket, és menteni emberek életét. Onézimus a kezdő hitével is rábízza magát Jézusra. Uram, én most már te rabszolgád is vagyok, te meg tudsz engem őrizni. Filemon pedig ki tudja-e mondani azt, hogy Onézimus a testvérem, és megbocsátok. A lelki gondozás során nagyon gyakran találkozom azzal, hogy ahol megjelenik egy-egy ilyen jézusi tulajdonság, ott a legösszekuszáltabb helyzete is megvan a megoldás. Mert ha valaki nem tud, vagy nem akar megbocsátani, ellene ténylegesen elkövetett bűnöket, egy házasságban, egy barátságban, munkatársi kapcsolatban, akkor megáll az élet. Akkor nem lehet tovább menni. Ha nincs bocsánat, akkor hogyan élünk tovább egymás mellett és egymásért? És ha valaki képtelen lemondani a jogairól és mindig azokat emlegeti, akkor olyan mérhetetlen keserűség halmozódik föl benne amiatt, hogy nem adják meg neki azt, ami neki járna, hogy egy élethe bebiztosította a boldogtalanságát. Mindig lesz oka arra, hogy keseregjen, hogy nem kapott meg valamit, amihez neki joga lenne. És hogyha valaki nem kész erre a mély maga megalázására, amire itt Filemon rákényszerült, akkor nem tudja észrevenni a másikban a Krisztust, akkor sose lesz igazi, bizalmas, meghitt, őszinte kapcsolata emberekkel, és akkor a Krisztussal való kapcsolata is meglazul. Micsoda lehetőség az, hogy ilyen emberekből Jézus a megváltás által, az ő szent lelke által egészen újakat formál. És milyen nagy lehetőség, hogy megtanulhatunk mi is, ugyanúgy feltétel nélkül megbocsátani egymásnak, ahogy Isten nekünk. Milyen nagy lehetőség, hogy rábízhatjuk mi is életveszélyesen magunkat, ami megváltónkra. És milyen nagy lehetőség az, hogy nem a rangot, meg a múltat, meg a címet, meg az érdemeket, meg az áldozatokat soroljuk,
hanem az, hogy ha te is azt tudod mondani a mindenhatónak, hogy atyám, meg én is azt mondom neki, hogy atyám, akkor mi testvérek vagyunk. Függetlenül minden egyébtől. Hadd fejezzem be azzal, hogy ahogyan Pál apostol, mint egy oda vezette Filemonhoz Onézimuszt, biztosítva őt arról, hogy ő kifizeti Onézimusz minden tartozását, ugyanígy vezet oda az Úr Jézus minket, ami mennyei atyánkhoz, miután kifizette minden adósságunkat és tartozásunkat. És ezt éppen a Kolosséba írt levélből olvastuk. A második részben volt ez a mondat, hogy odaszögezte a keresztfára az ellenünk szóló adós levelet. Ő előbb megbocsátott nekünk mindent, még a jövőben elkövetett bűneinket is, mint ahogy nekünk meg lehet bocsátanunk egymásnak. Ő előbb kiszolgáltatta magát az atya akaratának, mint ahogy nekünk erre lehetőséget ad. Boldog ember az, aki így megy oda Istenhez, Jézussal, és komolyan veszi azt, hogy valóban minden adósságát kifizette. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy te nem végzel fél munkát. Köszönjük, hogy akiben elkezdted a jó dolgot, el is végzed azt a Krisztus Jézus napjáig. Belőlünk olyan sok minden hiányzik még. Könyörülj rajtunk, és kérünk, kezd el hatalmasan újjáteremtő munkádat, hogy kiléphessünk minden semmit se jelentő üres vallásosságból, és elmondhassuk azt, hogy aki a Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Hadd ragyogjanak föl, ami nyomorult életünkön, a te dicsőséges tulajdonságaid, megváltó Urunk Jézus Krisztus. Tedd könnyűvé számunkra a megbocsátást, hiszen naponta a te bűnbocsátó kegyelmedből élünk. Adj bátorságot nekünk, hogy higgyük, amit hiszünk, és merjük rád bízni magunkat, szeretteinket, népünket, akár életveszélyes helyzetekben is. És taníts meg minket arra, hogy te szelíd és szívből alázatos vagy, és tedd könnyűvé, hogy megalázzuk magunkat minden olyan helyzetben, amikor az szükséges, hogy aztán te felmagasztalhass bennünket. Köszönjük, hogy mindezt úgy kérhetjük tőled, hogy tudjuk, neked minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Könyörgünk hozzád azokért, akik az elmúlt héten lehettek csendes héten, hogy az ördög ki ne kapja az igét a szívükből. Könyörgünk azokért, akik ezen a héten hallgatnak naponta igét, hogy az ige sok gyümölcsöt termjen az életükben. Könyörgünk, őrizd meg azokat, akik ma indultak el Kárpátaljára, kétkezi munkára, hogy tudjanak neked szolgálni. Könyörgünk a mi népünkért, adj ennek a népnek lelki felébredést, és könyörgünk, hogy ezen a héten hadd maradjunk mindannyian hűségesebbek hozzád, mint korábban. Kérünk, segíts a csendben folytatni az imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
Te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terjád, és adjon neked békességet. Amen.